A felvilágosodás kiemelkedő alakjának, Bessenyei György születésének 270. évfordulójára és a róla elnevezett társaság működésének 120. évfordulójára tudományos üléssel emlékeztek Nyíregyházán. A költő oldalági leszármazottjával, Bessenyei Balázzsal és a társaság titkárával, Komiszár Dénessel beszélgettünk. Európában nemesebb tulajdonságú nemzetet a magyarnál nem találsz. Mire nem alkalmatos? Micsoda nyelvet, mesterséget nem tehet magáévá? Vezérlésre, katonaságra, mesterségre, emberségre való tehetségét nem mulatta már meg, nem mutatta már eléggé a világnak e tájon? Ki nála gazdagabb, emberségesebb, adakozóbb, vitézebb? Bessenyei György oldalági leszármazottja, Bessenyei Balázs idézte a költőt a Magyarországnak törvényes állása című művéből. Bessenyei György 270 évvel ezelőtt, 1747-ben a Szabolcs megyei Tiszaverszelen született. Mária Terézia a nemesi testőrségében szolgált 8 éven át Bécsben, az 1770-es évektől pedig aktívan a magyar kultúráért tevékenykedett. Életműve jelentős hatással volt a hazai felvilágosodásra és szerzőire, a kor kiemelt alakja. Eszméi, gondolkodása és művei a múlt, a jelen és a jövő egyik alappillére a nemzet és a magyar irodalom számára. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye meghatározó kulturális egyesülete 120 évvel ezelőtt alakult, ez is Bessenyei nevét viseli. Az évfordulók ünneplésére egy emlékülést szerveztek a megyeházán, amelyen Bessenyei leszármazottja is részt vett. Ott lóg a lakásom falán a családfa, ami Usubu vezértől 896-tól származtatja magát, aki Veszprémvárat kapta, benne van a képes kronikában, hogy szerdától csütörtökig tartott az ostrom. Bessenyeinek én nem vagyok egyetlensági, csak oldalági leszármazottja, hiszen neki nem maradtak leszármazottjai, de egy nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen családnak a tagja lehetek, ami sokszor nem is volt könnyű, tekintettel arra, hogy a családunkat deklasszálták, teljes értékes vagyonvesztésre rendelték el, kitelepítették. Én magam kitelepítésben születtem, és 5 éves voltam, amikor fürdőkádat először láttam. De ezzel együtt a család a tudatát nem veszítette el, és a haladó nemesi nemzeti gondolatokat megpróbáljuk a mindennapokban felhasználni. Bessenyei Balázs 1958-ban kezdte az általános iskolát a Kádár korszak egyik legsötétebb időszakában, amikor a kettős nevelés erősen jelen volt a mindennapokban. Családja jól tájékozott, művelt volt a történelem és a művészetek tekintetében, így már gyermekként is ismerte Bessenyei munkásságát. Úgy véli, korszerű államelméleti és nemzettudati gondolatait a mai korba is adaptálni kellene. Nagyapám volt az, aki Bessenyei Györgyöt exhumáltatta és a dísztemetését itt megszervezte Nyíregyházán. A Bessenyei családnak Sárospataki ágához tartozom, tehát apám Sárospatakon született, nagyapám ott volt országgyűlési képviselő, Klebersberg Kuno Balázs és közoktatás minisztert lehozta Sárospatakra, az iskolát modernizálta, és az ő, tehát nagyapám emlékére, dr. Bessenyei Zsolt emlékére 10 év óta működtettünk tanulmányi ösztöndíjat Sárospatakon. Ennek az a célja, hogy a nevet élő anyagba fektessük, az ismeretet, ne emléktáblába, szoborba, bár van Bessenyei György szobor is az iskolakertben. Bessenyei Balázs számos értéket adományozott a nyíregyházi közgyűjteménynek. Kitelepítés, vagyonvesztés, deklasszáltság, menekülés közben rengeteg irat megsemmisült, elkallódott, de azért megmaradtak, és ez megint a Nyíregyházi Múzeumnak köszönhetően digitális formában is mi is megkapjuk, és itt is a múzeum számára is elérhető lesz. Én magam hoztam egy eredeti rekvizitet magammal, ahogy jöttem Nyíregyházára, egy pipát, nagyapámnak egy pipát, néhány fényképet is gondolunk, hogy megőrzésre átadunk. Amennyiben a múzeum érdeklődik, akkor természetesen további tárgyakat is nagyon szívesen rendelkezésre bocsájtunk, ahol megbecsülik a családot, megbecsülik a nevet, megfelelő módon szakszerűen tárolják, a nagyobb helyen nem lehet. Hiszen a lakásomban van egy csomó régi dolog, fényképek, családfa, portrék, de az embernek a 21. század elején élni kell az életét. És se nem csinálhat múzeumot a lakásából. A tudományos emlékülés célja a Bessenyeivel kapcsolatos kutatási eredmények bemutatása volt. A régi magyar irodalom mindig tud új válaszokat adni a jelenkor kérdéseinek. A családtörténet kutatás sokáig nehéz volt, a rendszerváltás után azonban a nemesi és polgári családok házi levéltárainak anyagai publikussá váltak.
A Besenyei család története nem csak Besenyei Györgyről szól, egészen a honfoglaláskorig visszanyúlik, de a rokoni szálak nyomon követhetőek egészen napjainkig, azonban sok kérdést tisztázni kellett. Azt is kétségbe vonták, hogy valóban-e a szalók nemzetségből származnak, hogy Usubu öcsövezér az most ugye valóban egy élt személyiség volt, egy létező figura volt, vagy csak ugye mondjuk Anonymusnak vagy Kézai Simonnak egy ilyen kreált személyisége, és még sorolhatnánk tovább azokat a személyiségeket a családfán, akiknek a tevékenysége elfelejtődött. Ezért azt kell hangsúlyoznunk, hogy nem csak Besenyei Györgyből állt a család, hanem közel itt 1100 évről beszélünk, tehát azt lehet mondani, hogy van mire büszkének lenni a Besenyei családnak, hiszen nem csak György élt, a híres testőrfilozófus, hanem nagyon sok olyan családtag, akinek a tevékenysége elfelejtődött. És érdekes, hogy ma olyan besenyei leszármazottakról is beszélnünk kell, akik leányági leszármazottak, de már nem viselik a Besenyei családnak a nevét, egészen más család néven futnak tovább, viszont a közös őstől való származás, az, hogy ők is a Besenyei családnak a leszármazottai, ez mégis egy erős összekötő kapocs. Konkrétan milyen nevekről van szó? Tehát például a gróf Telleki család, amely mondjuk Telleki Pál személyben egy kétszeres miniszterelnököt adott, szintén leányági leszármazottja a Besenyei családnak. Vagy nagyon érdekesek voltak kutatásaim során azok a rokon családoknak a felkutatása, akik valamikor összeházasodtak a besenyeiekkel, vagy megvolt a közös ős, és egészen más néven mentek tovább. Úgyhogy így adódott az, hogy például az 1600-as években Rédei Ferenc és Barcsai Ákos erdélyi fejedelmek szintén besenyei rokonok voltak, és mivel Rédei Klaudia leszármazottja II. Erzsébet brit királynő is, érdekes módon ki lehetett mutatni, hogy ő Besenyei Györgynek, a híres testőrfilozófusnak 11. fokú unokahúga. Szabolcs vármegye első köztéri szobrát 118 évvel ezelőtt avatták. Ez Besenyei Györgyöt ábrázolja. Akkor Ferenc József király külön engedélyével érkezett ide a magyar királyi testőrség, akik díszőrséget álltak. Most, 2017-ben Simicskó István honvédelmi miniszter engedélyével szintén hasonló ünnepélyes keretek között helyezték el a résztvevők az emlékezés virágait Nyíregyházán.